No hát kérem szépen, megjött a közönség hangja, hiszen megjött Martin Schindler, a németek kitűnősége, ellenfele a holland German Wattiména lesz, aki ugye előrébb áll a világranglistán 37. Schindler a 63. de hát gondolom erre semmit nem lehet alapozni egy ilyen meccsen. Nem kifejezettem, tekintettel arra, hogy az eddigi 5 egymás ellen lejátszott mérkőzésükből 3-at a német nyert, és mindössze 2-t a holland, tehát a lehető legszűkebb a különbség. Az utolsó mérkőzésüket, az 2021. április 26-án játszották a tavalyi 11. Players Championship forduló rögtön a 128 között. Azt Wattimena nyerte 6-3 arányban, azt meg előzően is inkább Players Championship fordulókon találkoztak, illetve még anno 2017-ben az Austrian Darts Open európai selejtezőjén, ugye az már akkor European Tour verseny volt az Austrian Darts Open, annak a selejtezőjén, európai selejtezőjén találkoztak. Az volt az első egymással hivatalos meccsük, azt egyébként 6-5-re Martin Schindler nyerte. Különben az esélyesebb egy picivel a bookmakereknél, 1,6-es odds, a hollandnál 2.2. Igen, nyilván ebben benne van az is, hogy hazai közönség előtt játszik, tehát egyértelmű, hogy a publikumnak a támogatását ő fogja élvezni. Illetve szerintem Wattiménánál belekalkulálták a riézai versenyen az első körben elszenvedett vereségét, tehát nem mondhatnánk azt, hogy éppen élete formájában játszik a holland. De hát új verseny, új ellenfél, új remények. És egy két triplás kör Martin Schindlertől. Aki feljövőben van, a UK Openen 3 meccset is megnyert, Williams, Jeff Smith és Joyce ellen, aztán Van Duyvenbode búcsúztatta, de egy elég komoly gödörből úgy tűnik, hogy kezd kimászni, 140. Ugye összesen 4 német van, illetve volt a mezőnyben, hiszen egy már kiesett délután, de Clemenstől várják a legtöbbet, ez egyértelműen németek szerintem. Joggal. Tekintettel arra, hogy ő a legmagasabb rangsorolt német játékos. És most ugye kiemelt, tehát már nem kell játszania. Dupla 20. Nem sikerül megoldani a kiszállót, de Wattiména nincsen még kiszállón, úgyhogy lesz esélye Schindlernek visszatérni és ezt a dupla 20-at megoldani. 109 marad a hollandnál. Az jó egy markernek. És ott van, pontosan alatta. Az első leg, tehát Schindleré. 14 nyilas játék. Schindler tavaly megnyerte a German Superligát. Ez a bajnokság magyarán? Nem. Ez milyen verseny? Nem, ez egy hasonló verseny ahhoz, mint amit most indított el a PDC Hungarian Fan Club itt Magyarországon. Ott annak a versenynek az a tétje, hogy aki megnyeri, az automatikusan kvalifikálja magát a világbajnokságra, PDC világbajnokságra. Itt nálunk Magyarországon az a tétje, hogy az a két játékos, aki bejut a döntőbe, ők fogják képviselni Magyarországot idén a World Cup of Darts-on. Hempelt nem láttam a mezőnyben, aki ugye... selejtezőben kiesett. Aki szintén lehetett volna itt egy jó eredményre képes versenyző. Igen, ugye a probléma ott van a német rendezésű versenyeknél, hogy ugye van nekik egyrészt egy host nation qualifierük, ahonnan be lehet jutni bármelyik német játékosnak, ugye így jutott be Nico Springer is, illetve Lukas Svenig, akit még a mai nap folyamán fogunk látni. Viszont azok a német játékosok, akik turkárddal rendelkeznek, nekik kötelezően a turkárd versenyen, a turkárdosoknak fenntartott selejtező versenyen kellett elindulniuk, és hát Florian Hempel ott nem tudta teljesíteni azt a szintet, ami elegendő lett volna a részvételhez. Így nem tudja meglepni Schindler Wattiménát. 76 a tripla. Dupla 18. Itt is, ott is. 9-es. Nem jó. Nem jó, ennek nagyon örülnek a helyiek. Schindler jöhet egy meglepetésszerű támadással, dupla 18-ra. Ez az egyik legkevésbé szeretett váltás egyébként a játékosok részéről. És neki és sem jó. Ezért nem szeretik vissza is sokkal. Megint Wattiména, dupla 9. Oh, besokal! Hát mi van itt? Behúzták a kéziféket mind a ketten. Schindlerre vissza, dupla 18. Ugyanaz, mint az előbb.
Dupla 9 megint. Hát. Júj. Ezt most megcsinálja. Az már helyén van. Szűnni nem akaró taps. Igen. Őket nem érdekli, hogy hány nyilat használt fel a kedvencük. Megnyerte a leget. Ennyi. És ő kezd. 180! 180! Azonnal visszadobja Vattiména. A negyedik már elmondja. Váltás. Ott sem jön a tripla. Ezt megnéznéd majd nem most, hogy 9 nyilasokkal ők hogy állnak az eddigi pályafutásuk során? Az a baj, hogy olyan tempóban dobnak, hogy mire megnézem, addigra vége a mérkőzésnek. Az igaz. Na nézzük Schindlert. Ugye a riézai versenyt ő kihagyta. Vattiména ott volt, viszont ő kikapott egy másik némettől, ugye Springertől 6-4-re. Springernek az a verseny nagyon jól sikerült. Én megmondom őszintén, hogy titkon úgy vártam, hogy ezen a versenyen is képes lehet valami hasonlóra, de közben nem volt dobáskényszerben Schindler, de ráment a búra, 164-nél marad a 25 pont. Vattiména most érkezik meg kiszállóra. A 3-0-ért kerekítő a helyén van. Ennyi. És megvan a dupla 8. 14-es újfent. Halad előre Schindler, ugye a fal Bece nevű német. A holland pedig ugye a gép fegyver, mi ez a machine gun, ezt hogyan fordítod le? Igen. Egyelőre a fal jól tartja magát, visszapattannak ezek a lövedékek. Azt nagyon lejtette, csak 60-as. És milyen szépen... 180! Milyen szépen átköltötte a német közönség a Vamos a la playa-t Martin Schindler nevével. 45. Ők mindent feldolgoznak. Így. Németre. Gyönyörű 165-ös kerekítő. Itt az esély egy 10 nyilasra. Közben Schindlernél már megtaláltam, hogy eddig egyetlen 9 nyilasa volt hivatalosan. 180! Vattiménának pedig itt egy 10 nyilas játék. Az eddigi legjobb legje értelemszerűen, és ez az első. Nem csak neki, a tornának is ez a legjobb legje. Igen? Persze, hát 10 nyilas még nem dobott senki a mai nap folyamán. És közben Vattiménát is megtaláltam, neki nincsen még hivatalos versenykörülmények között dobott 9 nyilasa. Köszi Zsolti. Nincs miért. Pedig azt ígérted, hogy nem 140. fogsz keresztkérdésekkel bombázni. Nem változok. Így szeretünk, Csabi. 180-asból jelen pillanatban úgy állunk, hogy 2-2 az állás. 60. És nagyon jó a holland átlaga. Ugye ő azért híres arról, Vattiména, sok VB-n indult, szám szerint 8-on, hogy a tömege mindig jó. Csak hát azok a fránya duplák. 60. Igen, egyelőre 20%-os hatékonysággal dobja. Na most a tömegben is van egy pici hiba. Juken Open ott volt Vattiména, ott Montgomeryt még megverte, de aztán honfitársa Van der Fort búcsúztatta 10-5-tel. Az csak egy 7-es. Nincsen kiszállón Schindler így. 140. 120-ra megy le Vattiména. Na, Schindler, iparkodnia kell. Saját kezdéssel. Mehet vissza a 20-asra. Meg is van a tripla, marad a 100 pont. Shanghai, egy tripla kéne. Van, és egy dupla! Az nincs! 100-ról Schindler. Rendező egy pillanatra nem tudta, hogy mennyi az annyira zoomoltak a triplára, miközben már a duplánál tartottunk. Jön a tripla, két nyírra, duplára! Igen! Nagyon szép kiszálló. 4-1! Ezt gyönyörűen csinálta Schindler, és ellopja a leget. Ami már ugye Vattiména a markában volt.
És ezek azok a megoldások, amelyek nagyon szépen tudják demoralizálni az ellenfelet. Ugye Springer elég simán kikapott Labanauskasztól délután 6-2-re. A másik német, aki ma még lesz, Lukas Vénik, pedig majd Daryl Gurney-vel találkozik. Nem egyszerű feladat. Háromnapos verseny, mint a kedves nézők megszokhatták, már vasárnap éjszaka derül ki, hogy kinyeri a Hildesheimi viadalt, és ma itt az Aréna 4-en, aztán majd a következő napokban az Aréna 4 pluszon lehet nyomon követni a verseny további alakulását. És természetesen felmentést senkinek nem kell, hogy adjunk, és nem is kell, hogy írjunk, hiszen hétfő munkaszüneti nap, bár nyilván vannak olyan ágazatok, ahol azért dolgozni fognak. De reméljük, hogy ez senkinek nem szegi a kedvét a tekintetben, hogy dartsot nézzen. 180! Jobb alsóba, bal felsőbe, aztán a közepére. Ahogy kell. Nem jön a válasz. A 140 azért megvan itt is. Vattimena lopakodik. Dupla-duplát szeretett volna. Egy nyila lesz így a kiszállóra. De meg is oldja a holland. 4-2. Nem engedhette el most ugye Schindlert, mert akkor az már a meccsébe került volna. Így is kényelmesebb helyzetben van a német fiú. 25 esztendős különben Schindler, 33 Vattimena. Mind a ketteiknek rengeteg ideje van még. Max Hopp tűnt el nagyon a németek közül, sajnos. Igen. A kisfiam szerint sajnos. Nekem teljesen mindegy. Nena. Tudod, itt Németországban. Ennyi. 99 lufi. Hát erre már csak az idősebb rockerek emlékezhetnek. Hát azért ne sértsük meg a rockzenét azzal, hogy ezt abba kategorizáljuk. Könnyű zene, jó? Na. 58. Egyezünk ki döntetlenben. Tehát, ha már Németország és rockzene, akkor maradjunk a Scorpionsnál. Diszkó. Na. A német közönség nagyon jól érzi magát, és egyelőre azért jegyezzük meg, írjuk fel jó pontként, hogy nem nagyon volt még sportszerűtlen megnyilvánulás ezen a találkozón. Igen, pedig tudjuk, hogy a két ország fiai milyen kapcsolatban vannak egymással, főleg ha sportot nézzük. Igen. Szerintem még a fociból indult ki, nem? Emlékszel? Mi másból? Reikard, Föller, Várharc. Megvan. Minden abból indul ki. 57. Nagyon magasan Schindler, de meg lehet oldani, meg kell oldania. 156. Egy verzió létezik rá, de ezt nem fogja tudni a német ezúttal prezentálni nekünk. 100-assal kerekít 56-ra. És megvan. Benne van elsőre. 16 nyilas játék. 1-ről 4-3. És Vattimena kezdhet. Lopakodik a holland. Váltásban már jön a tripla. Jó, lopakodó, de látom majd egy rombolót is, ugye? A Vincent Dutch Destroyert. Ott jön már egy tripla, kellett neki nagyon. Átlagok az első 9 nyíl, illetve a pluszos megoldások. 180-asból eddig 5 darab van. A European Tour vonatkozása, hogy a más levezető programot használnak, ezért nincsen kiírva a kiszállóknál a kombináció sem. Azért vagytok ti itt. Te Zsolti meg a Laci. Köszi. De te 140. Ki tud ilyen gyorsan számolni? Ti. Jogos. Itt 140. 188-187. Fej-fej mellett. Egy tripla jön. Pontfelezés 94 pont, a dobás 94 is maradt a hollandnál. 171 jó lenne Schindlernek. Na akkor tripla 18 a végére. Az már hibázott. De nem rossz így sem, 52. És a bulla végére. Gyönyörű kombináció Vattimenától. Egyet mondj meg nekem, így akarta? Igen. Ez akkor szenzációs volt tényleg. Igen, pontosan így akarta. Az ellenfél kiszállón volt, ezért ráment a burra.
Ja, azért jó a Bull, mert hogyha 25-öt dob, akkor is marad egy olyan kombináció, ahol egy szimpla szektorral a végén duplára tud kerekíteni. Más kérdés, hogy az a dupla a Bull, de hát láthattuk, hogy meg lehet ezt oldani, és nagyon nem mindegy az, amit a negyedik legtől kezdve látunk Vattimén a neve mellett. És nagyon stabil pszichésen a holland, 0-3-nál sem adta föl idegenben, idézőjelben, és abszolút van esélye a továbbjutásra. Ez egy nagyon fontos leg, ami most következik, illetve most, ami már benne vagyunk. Lemarad a 19-es szektorban Schindler, és két tripla jön. 133. 265-nél mindenképpen lent kell kezdeni. 135, nem szórakozik Vattiména sem. Na nézzük akkor, Bull. Igen, kellene még egy. És a dupla 16! Nagyon szép! 12 nyilas játék, és a második 100 pluszos kiszállója Martin Schindlernek ezen a mérkőzésen. Hát pont a meccs előtt beszéltünk arról, hogy milyen nehéz ugye a Bullt eltalálni kétszer, vagy akár háromszor. Kedves nézők nem tudják, de talán elmondhatom Zsolt, hogy a jobb karodra rá van tetoválva egy hát ilyen konfiguratív kis ábra, egy táblával és három nyílal, ami mind a három a Bullban landolt. Ez iszonyatosan nehéz. Igen. Konkrétan az a kör, bár ugye csal az objektív, 180! Csal az objektív, de ez körülbelül egy 1 cm átmérőjű kör mindössze a piros Bull. Tehát oda bevarázsolni mind a három nyilat, azért az egy nagyon, nagyon kemény feladat. És nem lehetetlen, de nehéz. Ez biztos, hogy nagyon jót tett Schindlernek, mert bizony már Vattiménának állt az ászló az előbb. 180! Egymás után kettő maximum a hollandtól. Úgy néz ki, hogy mégse zavarta meg annyira ez a 132-es kiszálló. Az eddigi legjobb mérkőzés talán ez, a délutánt is figyelembe véve. Nem volt még ugye 11 leges meccs. Nincs meg. De még most sem lesz. Bár Vattiménának még lesz esélye erre a dupla 16-ra, hiszen Schindler csak most fog jó esélye leérni kiszállóra. 177, egy gyönyörű kerekítés százra, de lesz a jelentősége? Dupla 8, nem lesz jelentősége, ott a kiszálló, 5-5, döntőleg. És bízunk benne, hogy a német közönség nem fog beleavatkozni sportszerűtlen módon a végébe. Hát ott vannak a biztonsági emberek, talán nem lesz semmi. Schindler kezd, ez némi előnyt azért jelent, bár a kezdése elég gyengusz. Százas. Ötvenkilenc. 84. Jön a tripla, nagyon fontos. A második is. 140. Vattiménának rohannia kell utána. Az ötösben landol, de még korrigálhat. 85-ös a hollandnak. Mind a kettő alá, az pedig fölé, nincsen tripla ebben a körben. Ez most hiba. Vattiména a szokás szerint iszonyatos sebességgel, de ő is hibázott. Lesz itt izgalom a végén még. Egyes. Tripla 20. 81-es kiszállón. Nézzük Vattiménát. Most már ő is, de nem mindegy, hogy hova tudja letenni magát. 100-as, 77 marad. Jön Schindler. Ő az első, aki befejezheti a mérkőzést. Két dupla kellett volna.
és így átadja a lehetőséget Vattiménának. 60-ra tudja csak levinni magát. És neki sem jó! Ő is hibázott ebben, vissza Schindlerhez. Közben Zsolt fülese megjavult. Megijedt attól, hogy belekiabáltál az előbb. Előfordulhat. Figyeld! Na nézzük akkor ezt a 60-as kiszállót. Na, két nyíl van a mérkőzéshez. És kellően a szektor szélén van, tehát elég jól ráláthat a dupla 20-ra. Dupla 20 tehát... Megvan! Martin Schindler jut tovább egy őrülten izgalmas mérkőzésen. 6-5 tehát a vége, a mai nap első olyan meccse, amely a hirtelen halálban dől el. Egy szép jelenet, ahogy a hatalmas termetű Mackó Vattiména a hóna alá fogja Schindlert, és gratulál neki, úgyhogy Schindler megy tovább a következő körbe. Rajtal, ha jól tudom? Meg is nézem. Pillanat türelmet kérek. Igen. Peter Wright-tal találkozik majd szombaton, ez a jackpot. Meg lesz egy másik jackpot is, Adrian Lewis, de ez majd később, most szünetet tartunk.